A festészet iránti érdeklődése már általános iskolás korában kialakult. Aztán ő is alkotó lett. Hivatásának mégsem ezt, hanem a pszichológiát választotta. Képeinek témáit a külvilág adja, saját impresszióját pedig vonalak, görbék és színek kavalkádjaként tükrözi vissza. Tóth Zsófiával beszélgettünk. Általános iskolában is már valahogy a rajzszakkör, az így a nyugalom szigete volt. Mindig jártunk, a kémiateremben voltak a rajzszakkörök, és délutánonként, szerda délutánonként volt szakkör, és nem voltunk túl sokan, ilyen 5-10 ember volt mindig. És ilyen nagyon baráti volt, ilyen családias. És aztán utána kezdtem el járni a művelődési házba, Vácon, és ez meg pont valami ehhez a térhez hasonló műterem volt, és engem az teljesen elvarázsolt. Ez a hangulat, a szagok, a festéknek, a higítónak a szaga, az emberek, az, hogy mindenki ilyen... Amikor elkezdünk dolgozni, mindenki így lenyugszik, lehiggad, kikapcsol a külvilágból, és elkezdtek befelé fordulni. Zánkai gyermek és ifjúsági rajzpályázatok vannak minden évben, és amikor oda elkezdtem pályázni, mert ott rendszeresen volt harmadik, második, első hely, minden évben pályáztunk, és amikor az egyik ilyen pályázat kapcsán el is lehetett menni a Balatonra egy hétre táborozni, és ebből is rendszer lett. És amikor lementünk Zánkára, és ott volt ilyen nagy díjátadó, rendes érmet lehetett kapni, nagyon sok fiatal ott volt egyszerre, és mindenkit egyesével kiszólítottak a színpadra, és átvehette az oklevelet. Szerintem az például egy ilyen kulcs momentum volt, hogy akkor ez nem csak ilyen rajzolgatás. Szerintem az összes ilyen valamennyire művészeti pályázat, akár rajz, akár fotó, az mind nagyon szubjektív, mert leginkább a zsűrin múlik, hogy mi az, amit díjaznak, és ezt sokszor lehet előre tudni, mert mondjuk kiírják, hogy ilyen meg ilyen szempontokat figyelünk, de nagyon sokszor nem. Úgyhogy hát elég vegyes, teljesen vegyes. Egy idő után elkezdtem fotópályázatokra is pályázni, és volt például az Enkai rajzpályázatokon, amikor kaptam aranyérmet, vagy ilyen első helyet. Nagyon szerettem a porpasztellel dolgozni, ami egy ilyen kréta tulajdonképpen, és nagyon sok koszt lehet vele csinálni, és maszatol. Aztán valahogy beleszerettem a vízfestékbe, meg az akvarelfestékbe, és Ági néninél találtam egy olyan festéket, aminek az a neve, hogy Anilinki. Ez egy anilines vízfesték, aminek az a különlegessége, hogy ilyen nagyon extrém, nagyon élénk színei vannak. És igazából, ha jól tudom, tojásfestésre használják papírforma szerint, de varázslatos színei vannak, és én ebből egy pár évvel ezelőtt beleszerettem, és azóta ezt meg az akvarelfestéket használom túlnyomó többségében. Vannak dolgok, amik foglalkoztatnak. Ez hullámzik, mikor mi érdekel, vagy mikor mi tudok görcsölni. És különböző konfliktusaimat, akár belső vívódásaimat, amikor így próbálom megoldani, akkor nagyon sokszor jön egy zene, vagy egy vers, és abban egyszer csak visszaköszön az, amivel éppen foglalkozom. Néha tudom előre, hogy nagyjából azt is akár, hogy mi lesz a képem, és meg tudom fogni magamban, hogy na, most én ezt szeretném megcsinálni. És akkor
ilyen teljesen intuitíven ráhagyatkozom arra, hogy valami ilyesmi legyen. És tulajdonképpen lényegtelen az, hogy most ez centiben mekkora, hanem így ránézek, valami ilyesmi, és levágom. Ennyi. De van, hogy egyszerűen csak azt érzem, hogy festeni szeretnék. És olyankor mostanában egyre többször van az, hogy nagyon nagy papírt veszek elő, és inkább megengedem magamnak, hogy ne használjam az egészet. De hogy legyen lehetőségem. Alkotni valamit, vagy kiadni magamból valamit, ez egy ilyen elemi vágy. És szerintem ennek a festés csak az egyik módja. Én ebben megtaláltam azt, hogy tudok, meg szeretek benne működni. De ha ezt elvenné valaki, akkor szerintem előbb-utóbb így kerülne valami más.